Mai reggelen köszöntök mindenkit, aki itt megjelent fizikai valóságában, és aki az interneten csatlakozik hozzánk. Most pedig a Bava Metzia traktátus 40-es lapját fogjuk tanulmányozni, és egy kicsit lájtosabb témák jönnek. Ugye annak kapcsán, ugye maga a fejezetünk, az Pereka Mafkid, a letétbe helyezésről szól, amikor valaki valamit odad valakinek, hogy őrizze, tehát az őrzésről, megőrzésről szól. Ennek kapcsán fog felmerülni, hogy ha a megőrzés során valamilyen értékcsökkenés történik, akkor mi a teendő, hogyan kell számolni ezt az értékcsökkenést, és az értékcsökkenés kapcsán az adásvétel kapcsán fölmerülő értékcsökkenés is bekerül a képbe. Hogyha veszek valamit, akkor annak a valaminek az értékcsökkenését azt hogyan kell számolni, ahogy ezt mindjárt látni fogjuk. Akkor a misnával kezdünk, a 40-es lapon, és a misna következőt mondja. Mávkint pérészet a haveiroi, ha ez a jajcilei hiszrainus. Hogyha valaki elhelyezett őrizetbe gyümölcsöt a fele barátjánál, vagy valamilyen terményt, akkor amikor visszajön érte, akkor a megőrzőnek joga van a écsét, az értékcsökkenést levenni belőle. Tehát abból indulunk ki, hogy mondjuk minden évben egy bizonyos mennyiség elvész a terményből, mert megeszik a patkányok, mert szétszóródik, és azt, amikor, ha te elhelyezel nálam egy tonna búzát, akkor annak a 2%-át mondjuk azt levehetem minden évben. De amikor jössz vissza, akkor 1 tonna mínusz 2%, szóval 20 kilóval kevesebbet adok vissza. Most erről fogom is beszélni, hogy különböző terményeknél mennyi ez az értékcsökkenés. Hogy? Korabeli mi? Mi ez a káó? Mi ez a káó? Káló. Káló? Nagy káló? Mi ez a káló? Aha. Én csak úgy tudom, hogy a könyvelő mindig azt mondja, ez az écsé. Értékcsökkenés. Oké, lehittimul a érez tisakat szaj kábin lekul. A búzára és a rizsre, ez 9,5 káv egy kurra. Most ez leegyszerűsítve 1/40 rész. Egy évben. Lesz öjrinul a dojhán, a árpára és a... hogy meg azt, hogy dojhán. Penik, angolul. Nem tudom, igen. Vagy mi lett? Ez ilyen... az is valamilyen ilyen gabona fajta. Tisok kábin lekojn, ott egy huszad. Le kuszmül a zera piston sala is szeim lekojn. Kuszmint se tudom lefolytani magyarra, az is valamilyen ilyen gabona féle. Valamint a lennek a magjai, len mag. Ezeknél egy tized. Hákölle fia midava, hákölle fia zmán. Mindegyik esetben a mennyiség, amit figyelembe kell venni, az nő a mennyiség szerint, és az idő szerint. Tehát arányosan nő, hogyha egy kurnál, mint a egy mázsánál ennyi, akkor két mázsánál kétszer annyi, három mázsánál háromszor annyi, és évenként is mindig meg kell szorozni. És stimmt? Logikus, nem? Ha 2 kiló egy mázsánál, akkor 2 mázsánál 4 kiló. Ha 3 mázsánál 6 kiló, és itt tovább. És minden évben meg kell szorozni. Amarab jéhlemen nuri véhi máh, bet lesz láh, barim, vállalja éhlesz, bém me ár, bém me ár. Ele éne jöjjtszél, amik szerintzene korrekod bilvád. Érdekes dolgot mond Rabbi Yochanan. Azt mondja, miért? A patkányokat érdekli, hogy mennyiből falatoznak? Hogy egy kurból, hogy egy mázsából, vagy 2 mázsából? Hát ugyanannyit fognak megenni, nem?
Ha odaengedünk téged egy asztalhoz, ahol van 10 kiló kenyér, vagy van 20 kiló kenyér, nem fogsz többet enni. Ugye, nyilván ez egy érdekes felvetés, mert ha több a gabona, akkor több lesz a patkány. Tehát ugye ez a másik megközelítés. De ő ezért azt mondja, hogy nem kell megszorozni a mennyiséggel, hanem mindig egy kor mennyiséget kell figyelembe venni. Tehát mint egy mázsát. Akkor is, hogyha több mennyiséged van, akkor is az egy mázsának a százalékát kell számolnod. De Huda, mert ima isza midami ruba, én nem öjtszilai hesszain, ezt mit nézsem öjtszilai hesszain. Huda, egy harmadik vélemény, ő még érdekesebb dolgot mond, de azt mondja, hogy ha ez egy nagyon nagy mennyiség, akkor nincsen értékcsökkenés. Miért nincs? Mert valahogy megszívja magát a gabona, és a súlya az idő múltával egyre nagyobb. Tehát hiába lehet, hogy elvész belőle valamennyi, mert a patkányok eszegetnek belőle, de megnő a súly, amiatt, hogy felszívja magát nedvességgel, vagy mit tudom én, és ezért nem kell számolni. Egy nagy mennyiségnél nem kell számolni. Nem teljesen értem, hogy a kis mennyiség miért nem szívja meg magát, szóval a nagy mennyiség miért nem, de valószínűleg azért, mert ő is olyan véleményen lehet, hogy a nagyobb mennyiségnél nem vész el arányosan több, hanem egy kicsit elenyésző az, ami elvész, ugyanakkor viszont megnő a térfogat, és akkor ez így kiegyeníti egymást. Oké, idáig tartott a misna, most nézzük, mit mond a Talmud. Oires tuve chaser, először azt mondja a Talmud, miért beszélünk ilyen kis mennyiségről, hogy egy negyvened rész vész el ugye a rizsből. Azt látjuk, hogy sokkal több vész el belőle. Amarában hána, amarában éjjjönöm, beiris kolof sanu. Szóval Talmud azt mondta rá, Bárhánna, Rabbi Jéhán nevében, hogy a misnában a hámozott rizs, van ilyen kifejezés? Hántolt rizsről van szó, és a hántolt rizsből kevesebb fogy, mint a nem hántoltból. Kevesebb az értékcsökkenése, mint a nem hántolt. A kuszmin lezere pistan, salai szein lekal, ugye arról is szólt, hogy a kuszminból és a lemmagból egy tized része, Lamrabi Jéhán, Lamrabi Jéhán, Zera Pista Migi Vajlim Sanu, azt mondta, Rabhina, itt is miről van szó, amikor már száraz a lemmag, és azért egy jelentős részét elfújja a szél, tehát a héjának elfújja a szél, és ezért ekkora a veszteség, de hogyha nem száraz a lemmag, akkor kisebb lesz a veszteség. Tányi nem, hogy akár kuszmézzel pistan, gönyörű részben is, nagyon sajnos közben a egy másik helyen is tanultuk, hogy amikor még a lemmag és a kuszmin nincsenek meg hántolva, vagy amikor a rizs nincs meghántolva, és ezek még nem szárazak, akkor kisebb az értékcsökkenés. Hákolja a fiamida, és azt is mondta, hogy ugye azt mondta a misna, hogy mindig a mennyiségeket meg kell szorozni, arányosan több lesz. Ahogy arányosan több a mennyiség, úgy arányosan több az értékcsökkenés. Tana, hénle kal, kajve kajle, hénle kal, sanemesan, így is tanuljuk egy brájtában, hogy minden kajr, minden mondjuk mázsa mennyiség növekedésével arányosan nő az értékcsökkenés is. És ugyanígy minden évben, amikor eltelik még egy év, akkor még egyszer annyi értékcsökkenésről beszélünk. Amarab Jéhelemben Nuri, ugye a Jéhelemben Nuri azt mondja, ezzel nem ért egyet. Miért? Mert azt mondja, hogy a patkányokat nem érdekli az egereket, hogy nagyobb a mennyiség, nem fognak többet enni azért, mert több a mennyiség. Ezért ő azt mondja, hogy mindig csak egy alapmennyiséget kell figyelembe venni. Tánya, amrülöl rábi Jéhelemben, hárbe évdöjszméhelemben, hárbe miszpázuszméhelemben. Azt mondták erre a bölcsek Rabbi Jéhelemben Nurinak, ez nem igaz, mert ahogy nő a mennyiség, több vész el belőle, több szóródik szét, kommentárok még hozzáteszik, hogy több patkány is van. Minél nagyobb a mennyiség, annál több patkány jár rá. Talán a bámed van a murim, se ér van impér rajszav. Ában jíkhedlőkány zavisza, mire esetleg a neha. Azt mondja, a Talmud eleve ez az egész dolog, amit a misnában tanulunk, hogy én adok neked megőrzést a gabonát, akkor te egy bizonyos mennyiséget levehetsz belőle, amikor visszaadod nekem. Ez mikor igaz? Ha összekevered,
De ha nem volt összekeverve, hanem csak azt, hogy tedd ide, ebbe a sarokba, akkor azt viszed el, amit leraktál. Nekem semmi közöm hozzá. Hi erben perjöjszem, mely háveli házeli didei kamahávja. Azt mondtam, hogy várjunk csak. Tegyük fel, hogy összekeverted. Hát tudod, hogy mennyi volt? Nálad volt 300 kiló, behoztál 150 kilót, akkor most megnézzük összesen mennyi, akkor így ki lehetne számolni, nem kéne ilyen általános értékcsökkenés százalékokat meghatározni. Bemisztápek mehem, azt mondja, a Talmud, igen, de nem tudjuk pontosan, mert ő folyamatosan elvett belőle. Lehet, hogy amikor behoztad, akkor volt 300 kiló, de folyamatosan lefölözte, tehát nem tudjuk pontosan. Hezek kamisztápek, na, miért nem tudjuk pontosan? Nézze meg, hogy mennyit szedett le belőle. De lejjad a kamisztápek. Azt mondja neki, nem tudja pontosan, hogy mennyit szedett le, és ezért kell meghatároznunk egy általános szabályt, hogy mennyi az értékcsökkenés. Oké, de Juda, imerim hajsza, ugye azt mondta Rabbi Juda, hogyha több a mennyiség, a nagy a mennyiség, akkor nem veszünk le értékcsökkenést. Miért? Mert megszívja magát, és a térfogata megnő, és akkor ez kiegyenlíti azt, ami lecsökkent. Káma midemruba, mi ez a nagy mennyiség? Amrabechana, na szurekurin. Azt mondta, Rabbechana, hogy 10 kor. Nem tisztáztuk, itt végig korról van szó. Egy kor az 30 szea, egy szea az 6 káv, és egy káv, ha jól emlékszem, az 24 tojás. De lehet, hogy 6 tojás. Nem, bocsánat, 6 tojás. 6 tojás, az mondjuk egy mennyi az egy fél liter? Körülbelül? 6-szor... Igen, nem. Nem. De. Körülbelül 60 gram lehet egy körülbelül 60-80 gram lehet egy tojás. És fél liter, akkor fél literszer, az egyszerűség kedvéért, fél literszer 6, az 3 liter, szorozva 3, akkor jól mondtam, az 90 liter, körülbelül egy mázsa, egy kor. De ha megnézed az interneten, azért hálás leszek. Most, mennyi egy nagy mennyiség, amire azt mondta, hogy nagy mennyiségnél nincsen? A szara korin. 10 kor, tehát 10 mázsa. Tányan, ami ahi, kámom idő, mert rúgva a szara korin. Mennyi egy nagy mennyiség, egy másik ennyi. Így tanultuk, hogy 10 kor. Tányan, tányan, amire nem kell, nachmen, a med van, imám múrim, sem adad le, mit tegyek rejni, mert érzem, mit tegyek rejni, a madad le, mit tegyek rejni, mert érzem, mit tegyek beiszai, én jegyszer lehiszajni, ezt mit ne is sem a iszireis. Tanultuk egy brájtában, hogy a mértékek nem egyeznek a szérűn és az otthoni mértékben. Amikor ilyen mérőkanállal mértek, akkor itt volt egy 1 literes kanál, az amikor a nagy mennyiségről van szó, itt egy nagy kereskedelmi mennyiség, akkor az 1 liter az egy ilyen durva méret. Nincs annyira pontosan kiszámolva, és azért abban általában több van, mint ugyanilyen literes mérőben otthon. Gondolom, hogy azért is lehetett, mert nem literenként mérték ott, vagy nem kismértékkel, a naggyal, és abban egy kicsit elnagyolták is. Ezért azt mondta Rabbi Nachman, hogyha a szérűn adta neked megőrzésre, de te otthon adod vissza, akkor nem veszel le belőle, mert tekintve, hogy a mérőkanál kicsit kisebb, ezért így is már kiegyenlíted, amikor visszaadod, érted? Ott ugye kicsit többet adott neked, itt meg kicsit kevesebbet adsz vissza, tehát ez már úgyis kiegyenlíti egymást. Amelyen még hibis suftani, az kinondi, avni, be kájle, rábe, saklim, kájle, az utra. Aztán Nachman, ez hogy lehetséges? Hülyékkel van itt dolgunk, hogy ő nagy kanállal ad, és kis kanállal fog visszavenni? Hát ő nem fogja ezt elfogadni. Dilma bi mőszak gajren kamárta be. Mert van, most madra bi mőszak gajren, verhzen, mőszak gajren. Madra bi mőszak gajren, verhzen, mőszak, semmi nem érzek, semmi szíves. És azért nem Nachman másképp magyarázza ezt a brájtot. Azt mondja, miről van szó, hogy mikor veszek le belőle, akkor, hogyha a szület idején adta, és a szület idején adom vissza.
mert akkor valóban van egy értékcsökkenés. De ha a szület idején adta, és a téli hónapokban adom vissza, amikor nedvesebb a időjárás, és azért megszívja magát a termés, és ahogy mondtuk, a térfogata így is úgy is megnő, akkor nem kell levenni belőle, mert akkor nincsen értékcsökkenés. Amire a papalá bájunk kényle fakakáda, azt mondta erre a papalá bájénak, bájunk csak, hogyha tényleg így az ilyen mértékben megnőne a térfogata a termésnek, vagy a gabonának, akkor miért nem pukkadt ki a hordó? Na, hogyha igaz ez, hogy a téli hónapokban 2-3%-kal megnő a térfogat, akkor a hordó, amiben rakják a gabonát, az szét kéne, hogy pukkadjon. Ezt mondja, Talmud, ha volt a pakakád, azt mondja, igen, előfordul, hogy tényleg kipukkad, megreped a hordó, mert megnő a térfogat. Iba is szerint, ami is icica. Másik lenni szerint pedig nem, mikor tud meg, mikor szívja meg magát, vagy mikor nő meg a térfogata, hogyha szabadon van. De hogyha nyomás alatt van, akkor nem nő meg a térfogata, és ezért a hordó nem megy szét. Oké, okay, következő misnához érkeztünk, és folytatjuk most más termésekkel, vagy más terményekkel, hogy mennyit lehet levenni belőle, amikor visszaadja. Jajcila is tusz le jáin, de bidajaim el hajmes. Amikor borról van szó, akkor ha adtál egy liter bort, akkor nem egy litert adok vissza, hanem egy hatoddal kevesebbet. El fogja magyarázni, azért, mert a hordó megszívja magát a borral. Ezért valóban kevesebb van. Tehát amikor adtál nekem egy mennyiséget, az egy része elvész, értékcsökkenés, a hordó megszívja magát. Jajcila is hajmes. A Buda szerint nem egy hatod mennyiséget szív föl, hanem egy ötödöt. Majd erre vissza fogunk térni. Más volt a hordó minőség, amit tudom én, miért vitatkoznak erről. Oké. Okay. Jó, hiszen is hogy is emelne mea löjg, u mehca mea, löjg u mehca smarim, ve löjg u mehca bela. Mi a helyzet az olajjal? Ott 3 a 100-hoz az arány. Miért? Mert 1,5% az, ami a hogy mondják az olajnak, ami az alján van, ami a seprő a bornál. Mi? Igen, az üledék. 1,5% az üledék. Tehát közben, amikor odaadod nekem az olajat, akkor egy része az üledék. Most, amikor a tetejéből visszaadok, akkor te tiszta olajat kapsz vissza. Akkor az egy 1,5%, ami ott elveszett. És még 1,5%, amit beszív a hordó. Okay. A bornál többet szív be, ugye, ott egy hatodot szív be, 15%-ot, több is, mint 15-öt, 16 és felett. Miért? Mert a bor sokkal kevésbé sűrű, de a olajnál is beszív, hogy ott 1,5%-ot. Én haja semmi zúkok, én a lajcila is marim, de hogyha ez egy tiszta olaj, amit adtál, akkor nyilván nem bonjuk le a üledéknek a százalékát. Im hajukán kánim, és sanim egyszerűen bele. És ugyanígy, hogyha régi a hordó, nem új hordó, akkor nem szívja föl magát, és akkor annak a 1,5%-át sem kell kifizetnem. De a bűdai, mert áfmeiche semmi mezúkak lecha vére, kalim észre sanna, hárézzel mekábel alav, lőjgő mehcsa smarim lechal mea. De a bűda azt mondta, hogy amikor valaki elad tiszta olajat valakinek, akkor is bármikor az év során, akkor is 1,5%-ot elfogad a vevő, hogy azt lebon belőle. Értitek? Én eladok neked egy liter olajat, akkor az lehet egy liter mínusz 1,5%, mert azt tudom mondani, hogy oké, egy liter olajhoz tartozik 1,5%-nyi üledék. Azt én nem adom oda neked, akkor levonom a mennyiségből. Értedek? Oké, okay, idáig tartott a misna. Most először nézzük, miért mondta azt az egyik félemény, a Tanakáma azt mondta, hogy egy hatod, de a Júda azt mondta, hogy egy ötöd az, amit beszív a borból a hordó. Miről vitatkoztak? Lőj pligi, márki ászé, márki ászé. Itt aztán igazából nincs köztük vita, más volt a megtapasztalásuk. Bászé, de már hafa be kira, ve lőj majd sztvej.
Vászlóna már kafó, be kufra, ma iszvej. Azt mondja, az egyik rabbinak a helyi szokása az az volt, hogy ott viasszal kenték ki a hordókat belülről, és ezért nem szívott be annyit. A másik helyen szurokkal kenték ki a hordókat, és ezért beszívott. Kicsit többet. Iba is szem sumiger kista, ha ma is tvej, a lajim is tvej, egy másik lehetőség, hogy miből készültek a hordók. Ugye, ha ez cseréphordó, akkor az földből készül. Az egyiken kicsit, milyen a föld? Kicsit, amikor lyukasabb, vagy szóval ilyen lájtosabb, nem olyan sűrű. És ezért a cserép, ami készül belőle, az is jobban felszívja. A másik helyen pedig az volt, hogy sűrűbb volt, és ezért nem szívja föl annyira. Bászed Rávi Hudera már bajnve támné kuzibe dana. Oké, most egy üzleti, vagy borkereskedelmi számolásról lesz szó. Hogy mennyi van egy hordóban, mennyit adtak el, stb. Ugye, korábban volt róla szó, és majd beszélünk ebben a traktátusban porózus, köszönöm szépen, Mária, porózusabb a föld, akkor abból készült cserép is jobban felszívja. Oké. Okay. Szóval visszatérve a... hol tartottunk? Borkereskedelem. Ugye beszélni fogunk róla a traktátusban, hogy a Talmud meghatározza, hogy mi a tisztességes nyereség. Most ez olyan dolgokról szól, ahol, hogy mondják ezt, amikor olyan árucikkekről van szó, ami a létfenntartáshoz szükséges. Tehát ilyen alaptermékekről. És az alaptermékeknél, ugye ugyanúgy, mint hogy vannak bizonyos ma aktuális kérdés az inflációnál, hogy bizonyos kormányok, most nem fog politizálni, de ugye bizonyos kormányok azt mondják, hogy bizonyos termékeknél egy ársapkát raknak, azért itt nem lehet ennyivel drágább, nem lehet így fölemelni az árakat. Mik ezek a termékek? A legalapvetőbb termékek. Ugye az lenne a logikus, nem mindig így sikerül, de a legalapvetőbb termékek. A Talmud azt mondja, az alapvető termékeknél a nyeresség nem lehet több, mint egy hatod. Egy kivétel van ez alól, hogyha egyértelmű mindenkinek, hogy tehát nem egy félrevezetésről van szó. Magyarul a kereskedő nyeressége nem lehet több, mint egy. Ha te vetted 60-ért, akkor nem adhatod el több, mint 70-ért. Most itt ebből még le kell venni a munkadíjadat, a költségeket, a nem tudom micsodát. A végén nálad nem maradjon több, mint... És ez különben a mai napig így van, belegondoltok, mert általában, legalábbis az én tapasztalatom szerint, mondjuk egy nagy kereskedő, az körülbelül 20%-ot tesz rá. 15 és 20% között. Ez nincs így, Gábor? Én a libáknál így tapasztaltam. Akkor lehet, az nem egy alaptermék, és ezért. Mert szerinted mennyit rak rá egy nagy kereskedő? 10. Akár 10 és 20 között. Most ugye a kiskereskedőknél mennyi, ott általában ilyen 30%, nem? Na, átlagosan. Ott is az van, hogy vannak termékek, aminél kevesebb van. Hát azért, mert a kiskereskedőnél sokkal kevesebb az áru, amint tud keresni. A nagykereskedő ugye mennyiségekben dolgozik, a kiskereskedőnél kisebb a mennyiség, és ezért nagyobb a darabra eső költség. Minden esetre talán azt mondja, egy hatod, ennyit lehet keresni. Most a következő, akkor most meg fogjuk nézni, hogy néz ki. Vászlóna Júder Ramuár Baimbe Tamné Kuzébe Dana. Rabbi Hudánál az volt a szokás, hogy 48 pohárnyi vagy tömlőnyi bor ment be egy hordóba. Azil Dana be Sita Zuza. Amikor ő eladta, bocsánat, és ő mennyiért vett egy hordóbort? 6 zuzért. Okay. Tehát 48 pohárnyi bor, 6 zuz. Parisz Rav Júda sita be zuza. Rav Júda mit csinált? 6 poharanként adott el 1 zuzért. Akkor az mennyi?
Mennyi alatt fedezte a költségét? Nem, nem. 48 pohárnyi volt 6, ő viszont minden 6 poharatot adott el egyért. Akkor mennyi Nem. 36 poharat, amikor eladott, azzal ő már fedezte a költségeit. Akkor maradt 12 pohárnyia, igazad van, akkor kettő lenne a nyereség. Oké. Dalt lassim és sita be sita, basulétrészel, akkor vonjál le 36-ot a 48-ból. Mennyi marad? 12. Dal tamnyos tuszei. Igen, de vegyél le még 8-at, mert mit mondtunk, hogy mennyit szív föl a hordó? Egy hatodot. Mennyi 48-nak az egy hatoda? 8. Akkor mennyi maradt neki? 4 pohár. 4 pohárnyi bor, ami az ő nyeressége. Értitek? Tehát sokkal kevesebbet keresett. Ugye? Mert még egy zuzot se keresett. Pasuljárból. Amar Smuel, ami sztákra állít, sztákra jelisztel, stusz. Viszont akkor miért? Ez nem volt egy jó üzlet. Mert azt mondta Smuel, hogy nem szabad több, mint egy hatodot keresni. Ő nem keresett egy hatodot. Ugye? Ika Gulfeus Mária. Szóval, várj, de van még egy nyeresség. Ott van a üledék, a seprő, amit ugyancsak el lehet még adni, és ott van a hordó maga. Mert amikor megvették, akkor a csomagoló anyaggal együtt vette meg. A hordóval együtt került hadzuszba. Akkor az még egy nyeresség. Azt mondja, Talmud, ija, aki nafis lett fejmistusz. Azt mondta, jó, de akkor többet keresett, mint egy hatod, akkor az már nem kóser. Ika tarchéud már berzánasza. Azt mondja, igen, de vedd le belőle a költségét az ő munkájának, és még a csapnak, amit ők raknak rá, mert ő hordót vett, de ennek kell venni egy csapot, amit beleszúr a hordóba, úgy adja el, és akkor így kiegyenlíti magát. Hallottam egy jó viccet, hogy ment egy zsidó a vonaton, és ott ült vele szembe egy antiszemita, és hát örült, hogy végre van egy zsidó, aki tud frocizni, és neki, ti olyan okosok vagytok, miért vagytok ilyen okosok? És a zsidó éppen jött a piacról, és ilyen halfejek voltak a kosárban. Szerintem mit vettél ilyen halfejeket? Azt mondja, tudod miért? Mert ezért vagyunk ilyen okosak. Eszünk halfejet, a fejben van az ész, és akkor okosak leszünk. Igen? El tudsz nekem adni egy pár ilyet? Én is okos legyek? Az semmi gond. Fejenként 10 rubel. Egy halfej, az 10 rubel. Eladja neki az egészet, megérkeznek az állomásra, mennek le, éppen ott árulnak halakat, és egy hal, egy egész hal az 4 rubel. Azt mondja, hát mi átvertél? Hát egy hal az 4 rubel, a halfejet meg adattad 10 rubel, és látod, már kezd működni. Csaj! Én haja semmi zukka, kéne jaj cilla is marim. Tehát azt mondtam, ha volt egy tiszta olaj, amit ha tisztán kaptam, akkor tisztán adom vissza, nem vonom le belőle az üledéknek a 1,5%-át. Amarag nachman ben zufanin sanu. Amara fiú témel lőj zsülem, kimene taun. Azt mondtam, bocsánat. Ha ilyen sedelőiből áll, ugye volt, arról is szó volt a misnában, hogyha régiek a kancsók, vagy régiek a hordók, akkor nem szívják föl magukat, és ezért akkor nem vonod le azt az értékcsökkenést, amit a hordó felszívna. Azt mondtam, hogy ha ilyen sedelőiből áll, olyan nincs, hogy nem szívja meg magát. Minden hordó egy kicsit megszívja magát. Náhom ez a fanim sanu. Igen, de hogyha kátránnyal van kikenve, akkor nem szívja fel magát. A bája, mert a filutém is leimzó, hogy kimenni a tauntaun, a bája azt mondja, nem. Ha nincs is kátránnyal kikenve, de nagyon régi a hordó,
akkor már nem szívja föl magát olajjal. Oké. De bűnöm, mert áfa mérke sem zúkanak, ha végig kömész a sana, a rézem a káblab lőig, a mehtos majd le mea. Nem, Júda azt mondta, hogy aki elad olajat, ott is a vevő elfogadja, hogy 1,5%-kal kisebb mennyiséget ad neki. Miért? Mert hogy az az üledék. Ugye mit mond neki? Figyelj, lenne üledék, 1,5%. Én tiszta olajat adok el neked, akkor levonom belőle az üledéknek a mennyiséget. Amara bájek, stimcelaim, divrevi huda, mutale, arevsmanim, divre hamaszul, arevsmanim. Ugye akkor a bölcsek mit mondanak? Hogy az eladásnál ilyen nincs. Ott amennyit, ha 1 litert vett, akkor 1 litert adsz neki. De azt mondja, nem, 1 liter mínusz 1,5%. Mit mond a báje? Mit látok ebből? De a Júda szerint, ezek szerint megtehetné az eladó, hogy fölkeveri. Fölkeveri a üledékkel, és úgy adja el neki. Most mit mond? Azt mondja, figyelj, én fölkeverhetném, nem keverem föl, akkor levonom a űrmértékéből. Ugye? Bölcsek szerint viszont tilos lenne fölkevernie, és azért nem vonhatja le a űrmértékből. Világos? A bölcsek szerint nem szabad fölkeverni. Ha már tiszta az olaj, akkor nem szabad fölkeverni. És... Ah. Így van. Most mint kereskedő mondod? Ez a vita, mondjuk nem biztos, hogy mínuszon dolgozom, mert hát akkor nyilván annyival többért fogod eladni. Igen. Oké, de... Oké, divre jó, de mondd arra, hogy mani bányi tájom, de meg kávod, amely leír, rövillach, milla, évillach. Akkor mit mondom, hogy Júda azt mondja, figyelj, én ha mondhatta ezt az eladó, ha akarnám, fölkeverném. Hástan, námi, kábel, most nem keverem föl, fogadd el, hogy levonom a térfogadból. Léma írja, lávte ám, ez dámeli, hástam, mi a villach, de hudd el, ez dámeli. Jó, de a vevő tudja azt mondani, hogy jó, akartad volna, fölkeverted volna. Most nem keverted föl, viszlát. Akkor így veszem meg, tisztán. És tisztán ennyit fizetek, akkor ennyit kell, hogy kapjak. Azt mondja, talán, hogy bála bájsz az kinem. De nincs lej be cila. Azt mondja, talán, hogy nem. Mert azt mondja neki mondani, itt ez egy kiskereskedelem, és az emberek, amikor kiskereskedőre lesznek, akkor inkább vennének tiszta olajat. Bocsánat, hülyeséget mondtam az előbb. Kezdjük előről. De mit mond neki a kereskedő? Azt mondja neki, figyelj, én ha akartam volna, fölkevertem volna. Most nem kevertem föl, fogadd el nekem a 1,5%-kal kisebb mennyiséget. Mit mond a vevő? Azt mondja neki, várjál csak. Ha fölkeverted volna, az nekem nem lett volna rossz, mert akkor én is úgy adtam volna tovább. Ő is egy kereskedő. Ugye? Akkor teljesen rendben lett volna, mert én nem veszítettem volna semmit, mert így az üledékkel együtt adtad, az üledékkel együtt adom tovább. Ha nem keverted föl, akkor nem tudok belerakni üledéket. Tehát akkor én most már rosszul járok, mert te levonod belőle a mennyiséget, de én nem tudom továbbadni. Azt mondja, Talmud, igen, miről van szó? Egy kiskereskedőről, ahol nem mondja ezt a vevő. Miért nem? Mert a vevő, ő a használatra veszi, nem továbbadásra. És ezért a vevő nem válaszolhat, és az eladó mondhatja azt, ha akartam volna, fölkevertem volna, nem kevertem föl, akkor levonom bele a 1,5%-ot. Oké, de a vevő miért nem mondja a következőt? Tekintve, hogy fölkeverhetted volna, de nem keverted föl. Ebből látszik, hogy te elengedted. Úgyhogy most ne vondd le nekem ezt a 1,5%-ot. Júda támély, de lész le mechile. De Júda azt mondja, ilyen nincs. A vevő nem mondhatja azt, hogy elengedte az eladó. Ilyen, ez az elengedés, ez nem létezik. Hol látjuk, hogy nem létezik? Nagyon érdekes misna. Mint kétszer el kellett olvastam, hogy elhiggyem, hogy ez van ideírva. Mit mondja a misna? Tehát nem machale lesz a szemed, lej machale lesz a bakar, machale lesz a bakar, lej lesz a szemed. De mit mondja, hát domin majd din. Ez egy harmadszor is el kell olvasnom.
Mishna a következőt mondja. Ha valaki elad egy... Hogy mondják, amit a szántásnál az állatra raknak? Nem eke? Iga. Ha valaki eladja az igát, mohálló össze cemed, loj mohálló össze bakar. Az nem azt jelenti, hogy eladta a tehenet is. Ugye? Ha eladom a kormányt, az nem azt jelenti, hogy eladtam a kocsit. Ha valaki eladja a tehenet, akkor az nem azt jelenti, hogy eladta igát. Ha eladtad az igát, akkor nem feltétlenül adtad el a tehenet, eladtad a tehenet, nem feltétlenül adtad igát. De mit mond Rabbi Júda? Azt mondja, mi ezen a kérdés? Miért kell ezt külön mondani? Hát a pénz mennyiségéből látjuk. Hát nem olyannyiba kerül egy iga, mint egy tehén. Hát amennyit fizettél, akkor abból kiderül. 200. Amelő Mikhail, hogy mit hobbim a számzúz? A davajú duha, se én a cemben a számzúz? Mit mond Rabbi Júda? Hát azt mondja neki, hogy add el az igát 200 zúzért. Mindenki tudja, egy iga nem kerül 200 zúzba. Hanem akkor mit jelent, hogy 220-ban benne van az iga és a tehén? Én a damim rája. A bölcsek mit mondanak? Hogy nem, a pénz az nem mond semmit. Önmagában onnan, hogy ez így általánosan nem igaz. Mert lehet, hogy sokkal többet fizetek érte, és elengedte a vevő. Vagy kevesebbet fizet, bocsánat, hogy elengedte a többet fizetett érte, és elengedte a vevő. Vagy kevesebbet fizetett, és eladta, és elengedte az eladó. Szóval ez nem biztos, hogy ezt jelenti. Lehet, hogy fizetett 200 zuszt, de igazából csak az igát veszi meg, és elengedi a tehenet. Tehát ilyen, ezt így hívjuk, hogy létezik az elengedés fogalma. Ezt mondják a bölcsekre. De azt mondja, nincs. Amennyit fizet, annyi, nincs ilyen, hogy elengedés. És ezért mit mondtam Rabbi Júda, hogy nem mondhatja azt a vevő, hogy jó, elengedted, nem keverted föl a üledékkel, akkor elengedted az üledéket. Nem mondhatja ezt, mert ilyen elengedés, ez ilyen nincs. Dime hamas, hogy lavis majd mehány támadó, hogy mekábel, de amely le iba is le urvé, mi hávesari lach, hásta nem illa, hogy mekáblina. Most akkor mit mondanak a bölcsek? A bölcsek azt mondják, hogy tilos föl kell lenne fölkeverni az üledéket, tekintve, hogy tilos fölkeverni, ezért nem vonhatja le belőle a mennyiséget. Amelia papalá bája áderába, ibhamisztábra, divre hamim mutalja arra, és mani ványtám, de nem egy kábel, de amelé, mi de lejártali, ahol lejárt nőszle. A papa másképp mondja, azt mondja, a bölcsek szerint szabad lenne fölkeverni, tekintve, hogy nem keverte föl, akkor azt neki akartad volna, akkor fölkeverheted volna. Nem keverted föl, akkor elengedted nekem, és ezért ez. Divre jövő huda, a szülő arra, és mani ványtám, de nem egy kábel. A Rabbi Júda szerint viszont tilos fölkevernie. És ezért mit mond neki? Amelé iba ilyen rubéllő is rájöhet a rubé. Kámlói kamerőz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 ő
tilos fölkeverni, és ezért kell elfogadni a 1,5%-kal kevesebben. Miért? Mert mit mond? Iba illa ruvei, la is ők lőrövilach. Mert ha föl akar, mit mond? Ha föl akartam volna kevelni, akkor nem keverhettem volna föl. Káblug lőj, mi káblisz? Akkor fogad el tőlem, hogy levonom belőle. Miért? Mint ahogy a Gábor mondta, az áblisz, nem tágra ikri. Miért? Abban van észszerűség, hogy én gyakorlatilag ugyannyiért adjam el, mint annyiért vettem. Tehát ezt fogadd el tőlem. Oké. Okay. Utolsó rész a mai napra. Táne echadad egy kerv, echadad a mafkid le kotim. A Brájtában ennek kapcsán, most ugye eddig az üledékről volt szó, most szó lesz az olaj tetején van egy ilyen, nem tudom, hab, vagy ilyen valami, ami az olaj teteli. Van az üledék, összesen nem tudom, mert sajnálom csináltam olajat, de vagy van valami az üledék, ami így lemegy az aljára, és van egy ilyen hab, vagy valami, ami a tetején úszik. És mit mond a Brájta? Elhadalő kell, elhadal a mafkid lipkati. Ennek a tetején levő habnak, ez igaz arra is, aki vesz, meg igaz arra, aki letétbe helyez. Nem tudjuk pontosan, mit jelent, most fogja próbálni értem. Ez, hogy igaz erre is, meg arra is. Majlöp Kottin. Mit jelent ez? Nem hab ez, hanem valahogy
A magja talán a olivának, ami a, mindenesetre a tetején úszik. Lehet, hogy a héja lemegy az aljára, a maga tetején úszik. Lehet ez? Nem tudom pontosan. Ha valaki csinált már olívaolajat, az szóljon. Oké. Ilyen meg kell éhedele kell, hogy meg kábel katim. Mávként nem ilyen meg kábel katim. Azt mondom, hogy mit jelent ez, hogy ezt mind a vevő, mind a letétbe helyezőre igaz? Mit jelent ez, hogy ahogy a vevő nem kell, hogy megvegye ezt, úgy a letétbe helyező se kell, hogy úgy a letétbe helyezőnél sem kell visszafogadni ezt. Magyarul, amikor te veszel olajat, akkor azt mondod, figyelj, nem kérem ezt a mackot, ami a tetején van, akkor ugyanúgy a letétbe helyezésnél te elhelyezted letétbe, amikor visszakéred, akkor azt mondod, őzek, kérem szépen, én 1 litert adtam neked, ezt, ami a tetején van, ezt ne számoljuk bele. És ebben nincs logika, hogy én mondom, hogy pákat már jüdlak. De mit mond az őrző? Ne haragudj, te ezt helyezted el nálam, én azt adom vissza, amit elhelyezted nálam. Most ugye, vedd vissza. Ela, ki éjjjede mávkid meg kábel. Katim le kell, akkor inkább mi? Hogy ugyanúgy, mint hogy az őrző visszaadhatja az olajat, úgyhogy a tetején van ez a mag, ugyanúgy a vevő fogadja el, hogy a tetején van ez a mag. Mi meg kábel le kell, hogy miért? Tényleg a vevő ezt el kell, hogy fogadja? Ha a tányére mi oda, imen le jamlő semmi, akkor el nem őrjébe vár. A bölcsek nem itt tanították, a bölcsek azt mondták, hogy ugyan az eladó, a nagy kereskedő el kell, hogy fogadja, hogy az olajban van mindenféle ilyen nem váladék, hanem hulladék, vagy ilyen, ami nem használható. De a vevő nem kell, hogy ezt elfogadja, miért a vevőnél már levonunk 1,5%-ot a üledékre, akkor most nem kell, még pluszban elfogadja azt is, még a tetején ott van az a vacak. Ez benne van az üledéknek a 1,5%-ában. Lőj kása, hajdi a nőzőben tisré, vagy a sakja minél nisszan, ki minél a tisré, hajdi a nőzőben nisszan, vagy a sakja minél nisszan, minél nisszan. Azt mondtam, attól függ. Ha jól értem, a szürete az olajnak, ez lehetséges, hogy ősszel van? Igen. És amikor, hogy hogy néz ki, amikor megvan a szüret, és leőrölték, vagy nem tudom, lepréselték az olajat, akkor az elején még több benne a ez a hulladék, vagy ez a szemét, tehát a üledék, a tetején a cuccok, stb. Ezért az ára az olajnak ilyenkor olcsóbb. Tavaszra az üledék már lemegy, és kitisztul az olaj, és ezért az ára drágább. Hogyha te egy őszi áron veszel tavasszal, akkor levesszük belőle az üledéket, és mit tudom, és akkor már a 1,5%-ot levontuk be, és akkor nem kell, hogy elfogad. Hogy van? Nem, akkor el kell, hogy fogad, hogyha a tetején van ez a mag. De hogyha tavasszal veszel, és tavaszi árat fizetsz, akkor nem, mert többet fizettél. Kedves barátaim, köszönöm szépen. Megtisztelő volt veletek tanulni ma reggel. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek. A legjobbakat kívánom a viszontlátásra, viszonthallásra.